szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Bibliai Életmódban. Amint azt már tudjátok, ez egy élő, interaktív beszélgetés, tehát nagy szeretettel várjuk a kérdéseiteket, észrevételeiteket a Bibliai Életmód Facebook oldalán üzenetben, illetve a videó alatt hozzászólásban is. És ma este is itt van velünk Fodor Sándor, a Marosvásárhelyi Hídgyülekezete lelkésze. Szervusz Sándor, köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket én is. És mai vendégünk pedig Nágó János, aki a Fiatal Házassok csoportjának a vezetője. Szervusz János! Sziasztok. Köszönöm, hogy eljöttél. A kérdéseiteket, hozzászólásaitokat továbbra is várjuk. Nagyon-nagyon sok kérdésünk érkezett, de ezekre a mai adás végén válaszolni fogunk. A házastársi kapcsolatok folyamatosan váltakoznak. Tulajdonképpen különböző időszakokon mennek keresztül, mint a természetben az évszakok. Minden házasságban van tavasz, nyár, ősz és tél, és minden ilyen szakaszban van, ami élvezhetőbb, és van, ami kevésbé élvezhető, van, ami jobban megpróbálja a párokat. De ettől függetlenül attól, hogy milyen szakaszban van éppen a kapcsolatunk, mindig lehet és kell fejlődni és tanulni azért, hogy boldog párkapcsolatban élhessünk. Azt mondtuk, hogy a házasságokat évszakokhoz lehet hasonlítani. És meg foglak kérni téged arra, hogy minden ilyen évszakról egy picikét beszéljünk, és mondd el azt, hogy milyen a házasságnak melyik periódusában beszélhetünk, mondjuk tavaszról, nyárról, őszről és télről, mik a főbb jellemzői, mi az, amire ilyenkor oda kell figyelni, amire hangsúlyt kell fektetni, amin esetleg dolgozni kell, azért, hogy a kedves nézők is fel tudják ismerni, hogy az ő házasság melyik szakaszban van, és mind dolgozzanak, miben fejlődjenek. Kezdjük is a tavasszal. Igen, igen. Itt előjáróban még annyit mondanék, hogy van egy elméleti ciklus, tehát a tavasz, nyár, ősz, tél, de sajnos, hogy nagyon sok házasság amolban azt figyeltem meg, hogy leragad egy-egy ciklusnál. Például van olyan nagyon sok, aki átlépi a tavaszt, egyből nyárba lép. Vagy van olyan, aki folyamatosan a tavaszban van. Van, aki egyből tél, akire az eskü után a tél beköszönt, és jégkorszakba töltik az életüket. Minden lehet, de most mi, hogy egy standardot fog megnézni, és javasolnám, hogy próbáljuk meg minden jobban beazonosítani, de ugyanakkor meg az adott időben, mint ahogy a természetben, ha pont időbe nem szántja fel a gazda földet, nem akkor ülteti. Ugye most nagyon modern világban élünk, de képzeljük el, évezredek óta az emberek pontosan tudják, hogy a krumplit mikor kell ültetni, a kukoricát mikor és mikor nem. Ők általában névnaphoz kötik, úgy tartják számon, de nagyon pontos, napra pontosan. És nem tudtam, hogy miért, aztán megérdeklődtem. Ez ugyanígy van a házasságban is. Tehát nem lehet felülírni az életnek a törvényeit. Vannak olyan törvények, amiket ha nem tartunk be, az vissza fog ütni. A tavasszal kezdjük, mert általában ugye normál esetben az ismerkedés első napjától igazából elindul a tavasz. És jó esetben a rügyek kibomlanak, és a legszebb virágzásban mondjuk jön az esküvés úgy utána. A tavasznak a normál intervalluma, amit én megfigyelésem szerint 10 év. Ez van, akinél 7 és fél évre is lehozható, van, akinél akár 30 évet is eltart. Itt arról van szó, hogy nagyon-nagyon sokat kell befektetni. Vannak dolgok, amit akkor kell megtanulni. És azt látom, hogy több házasságban, amikor krízisbe kerülnek, igazából azt köszönt vissza, hogy a tavasszal nem csinálták meg a gyomtalanítást például. Tehát nem lehet ültetni tövisek közé. Tehát elméletileg lehet, de akkor nem lesz termés. Tehát én három dolgot figyeltem meg, ami a tavaszi munkálatoknak a fontos része. Az első, hogy a házaspár osztja el a feladatokat egymás között tartósan. Legyen az letisztázva, hogy egy házasságban kinek mi a dolga, mi a szerepe. Mert abból is adódik néha feszültség, hogy ketten ugyanazt akarják csinálni. Régebben ez úgy volt mindig, hogy a konyhában voltak ilyen varrótasok kiírva, és akkor mondták, hogy férjem uram, ne szólj bele a konyhába, vagy valahogy így. A lényeg, hogy ki
kiutasították a férfiakat, mert annyira el volt választva. Én nem gondolom, hogy ez ma így tartható, de mégis meg kell beszélni. Az se korrekt, hogy egy hölgy tanul főzni, mert nagyon sok hölgy akkor tanul főzni. Van egy kísérleti személy, ez a férje, és az általában eltalálják, mert azért látszik rajtuk. De az nagyon rossz, hogyha a tanulási időszakban ahelyett, hogy bátorítást kapjon és segítséget, csak folyton kritikát kap. De ugyanígy, kiviszi ki a szemetet, kimos. Például a mosógép, elmondom nektek, pont úgy indul férfi újra is, mint nőire. Egyforma. A porszívó szerintem még könnyebb, inkább férfiaknak való, mint a hölgyeknek. Azért az még több fizikai munkát. De most, amikor a gyermekek ott vannak, mind a ketten pénzkeresőek, akkor nem tartom korrektnek, hogy így fejszével ketté válasszuk a teendőket, és azt mondjuk, hogy ez férfi munka, ez női munka. Szerintem nem szégyen, hogyha egy férfi nagyon úri ember, és azt mondja a feleségének, tudod, drágám, úgy döntöttem, hogy ma neked szabad nap. Tedd fel a lábadat, nézzél azt a tévéprogramot, amit szeretnél, olvas könyvet, amit szeretnél, megengeded, megpróbálok én főzni. Nagyon sok férfi meglepetésemre nagyon jól tud főzni az ismerős körömben, pozitív. De azért általában rátottad egy politikát ezt. Vagy maga után, a főzés után. De élvezik is azt, hogy tehát, ja. Ezzel szerintem tényleg segítene. És akkor, már a feleségének azt mondja, hogy ez felnő, te, ilyen ügyes férjem van, nem is tudtam. De van olyan, aki oda nem adná. Vagy egy másik, amit látok, hogy én végleteket mondok, hogy hogy sok hölgy például nem engedi, hogy a férje a gyerekét tisztában rakja meg, mert hát aztán azt csak ő tudja. Természetesen, hogy ő tudja a legjobban, ez biztos. De ha nem hagy egy kicsi szerepet, akkor ebből is lesz majd egy feszültség. Tehát a szerepek elosztás, ez egy fontos dolog. Miért? Mindannyian hozunk egy hátteret. Meg volt az édesapámnak, mi volt a szerepe, meg az édesanyámnak. Meg volt a házastársamnál ide, de a kettő nem volt azonos. A házasságon belül akkor ebből mindenki próbálja sajátját életbe léptetni. Nincsen olyan nagy baj, meg kell beszélni, esetleg segítséget is kell kérni, ha valamilyen módon. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit úgy gondolom, hogy még mindig vetés kérdése, meg kell tanítani a házastársat szeretni. Itt arra gondolok, hogy teljesen másképp fejezi ki a szeretetét egy férfi, és teljesen másképp egy hölgy. Teljesen másképpen élni meg, hogy szeretik egy férfi, és teljesen másképp élni meg, hogy szeretik egy hölgy. Erre készítettünk, emlékeztek valamikor teszteket is. Nagyon mókásan kiderült, hogy 70%-a köszönő viszonyban nincs azzal, hogy mit szeretne a férje. Én úgy már nagyjából tudtam, hogy a férfiak mit fognak bejegyezni a legfontosabbnak, de legtöbb hölgy teljesen, szóval csak éppen nem plüsmacit vett a férjének, meg ilyen hülyeségeket. De magából indult ki, és meg volt győződve, hogy amit ő gondol, akkor az biztos jó a férjének. Fordítva, legalább annyira nagy a mellényúlás. Én úgy gondolom, ebben az időszakban az egy legfontosabb megbeszélni. Drágám, nekem ez fáj. Ez fáj, rossz. Hát mit tett ezen fájni? De hát ha neki fájt, neki rosszul esett, neki ez nem tetszik, akkor ha szereti az ember, akkor ezt megváltoztatja, és ezt könnyedén megteszi. Amikor már a fa ősszel van, meg van csontosodva, nagyon nehezen hajlítható. A fiatal zöld zsenge ágak tavasszal akár fel lehet csavarni egy drótra, bármit. És ez jó hírnek mondom, fiatal házasok, használd ki, mert szinte bármire rá tudod venni a férjedet, szinte bármire rá tudod venni a feleségedet, és ahogy megszokja, úgy fogja tenni. Volt nekem egy szomszédom, egy nagyon ügyes, gazdag ember, ő például az almafákat drótokra vezette. Volt neki egy drót, olyan lukas volt, mint a szőlőlukas, és ahogy nőtt az almafa, úgy vezette, felkötözgette szépen, és neki az almafája csak 15 centi széles volt, és nagyon hosszú szél. És a járdák között mentünk, gyönyörű termés, stb. De miért? Ez nem a régi fákkal, hanem mindig a friss hajtást
vezette. Ilyen a házasság. És ez menni az élet minden területén végig kell menni. Az ételbe. Teljesen másképp főz általában egy fiatal hölgy, mint az anyósa. Nem olyan könnyű felvenni a versenyt, de azért legtöbbnek sikerül. De azt is meg kell beszélni. Egy hölgynek nem a saját ízlését kell erőltetni, hogy de érted, ez így jó. Például van, aki sósabban szereti, van, aki sótalanabbul, van, aki fűszeresebben, tejfölösebben. Tehát a fűszer jobban meghatározza az étel ízét, mint az alapanyagok. Mert általában mindenki ugyanabban az alapanyagból készít ehető, mások meg ehetetlen ételeket. Gyakorlatilag egy csipetnyi só, egy csipetnyi kis fűszer teszi boldoggá a társát. És ezért őszintén oda kell figyelni, és nem kell ugyanúgy egy fiatal hölgy sem megsértődjön, hogyha azt mondta, ez nekem nem jött be. De viszont az is nagy baj, amikor egy férj ezt ilyen durva, paraszt, megengedhetetlen hangnembe közvetíti. Én azt javasolnom, a legjobb magyarul, elegánsan elmondani. Ez úgy nem jött be, drágám. Nincs semmi harag, meg lehet ölelni utána, azért nagyon dolgoztál. Mert pont annyit kell dolgozni, azért az ételés, ami nem olyan jó, mint ami nagyon jó. Nem dolgozik kevesebbet. Pont annyit órákon át ott volt, hajolt a forró dolgok között, ott utána elmosolgott, stb. Ez nem korrekt, hogy azért, mert nem jött be, vagy neki se sikerült, ő is látja. Van neki egy egyéni kudarca, ahelyett, hogy a házastárs átsegíteni könnyen, akkor még rátesz két lapáttal. Tehát én azt javasolom, hogy ezeket így őszintén meg kell. A házas életnek az intim részét is, ott is át kell beszélni, őszintén mind a két fél mondja el, mi az, amit vágyik, ahogy vágyik, hogy szeretne, mit szeretne. Ne a filmekből tanuljanak, ne az ősöknek, mert vannak általában nagy családokba kerültek egy ilyen nagy szaktanácsadó, és az sem igazán célvezető. Ezt együtt kell megbeszélni, mindenki számára boldog legyen, és öröm, és kielégítő. A harmadik területet, amit a tavasz, és ha ezt tavasznak a felelősségi ezt kötném, a pénzügyi beosztást, az anyagi életet. Mert nagyon nagy boldogság a szerelem. De ha nem tanuljuk meg a pénzt beosztani, utána ez nagyon hamar elpárolog. Két verziót látok, két tapasztalat erősebb. Vannak, akik a szerelmükben mindent elköltenek, pár év alatt elpárolgott minden pénzük, és szinte verseny fut a két fél, hogy kikölt többet. Van egy másik, amikor mind a kettő elkezd sporolni. Én bármelyik végletet rossznak tartom, de itt csupán egy dolgot mondanék, ott van a József története, az úr mondta Józsefen keresztül a faraónak, hogy 20%-ot tégy félre a jó napokon. Például ennek a krízisnek a margóján, hadd jegyezzem meg, hogy azok, akik 10 évet mondjuk házasságban éltek, és 20%-ot félre tudtak tenni minden hónapban, ő nekik anyagi gondjuk most nincsen. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, és ez Salamon mondja, hogy élj a jónak idején a jó, de ne felejtsd, ez nem mindig tart. Az ember közben megidősödik, nem mindig keres olyan jól, vannak nehezebb hónapok. Tehát mindenképpen javasolom, hogy ezt együtt meg kell beszélni. Na most van egy másik probléma, vagy a harmadik eset, vagy a kettőt, amikor az egyik fél nagyon spórlós, a másik meg Petőfi verseny úgy költ. Vagy úgy, mint Petőfi aranyára közösen. Na, de itt a probléma az, hogy ez nagyon sok konfliktust okoz. De tavasszal vállalni kell. A szántás mi, ha nem konfliktus? Hogy a vasat betesszük, és konfliktusba kerül a földdel. És ebből lesz majd alkalmas a vetés. A vetés mi, ha nem konfliktus? Hogy erővel beteszünk a földbe egy magot? Ezek mind konfliktusos. A meccés mi? Mi, ha nem konfliktus? Tehát ezeket nem kell elkerülni. Azt is rossznak tartom, ha valaki bánatába elkönyvelő. Te ilyen költekező vagy. Nem gondolnám, hogy ez egy megváltozhatatlan, örökölt ajándék. Hanem úgy gondolom, hogy ez egy tanult dolog. Van erre hajlam is. Nyilván a germán háttérből jövő embereknek ők egy kicsit jobban tudnak spórolni, különösen
Hát ugye a skótok, ugye azok is germán származásúak, nem véletlenül, azok nagyon sporlos népek. A balkániak meg lazábbak. De nem olyan nagy baj, ha a házasságon belül az egyik fél ilyen, másik olyan. Segítik egymásnak. Nagyon gyorsan elmondanék egy receptet. Talán segít. Ezt mi így csináltuk, nektek is javasolom, és bárki, aki kezdő házas. Hogy legyen egy közös dobozuk, megjön a két fizetést, döntsék el, hogy kiszámolja a pénzt, annak nincs jelentőség. A lényeg, hogy szerintem átlátható legyen, az az ideális, ha nincs olyan, hogy én pénzem, a te pénzed, hanem a miénk. Mert most lehet, hogy a férfi keres többet, de az is előfordulhat, hogy a felesége sokkal többet fog keresni. Volt idő, amikor az én feleségem kétszer keresett, mint én. És nem rakott ki, hogy miért nem hoztam több pénzt. Tehát ez nem probléma. Akkor az bejött összegből én így gondolom, de nem muszáj velem egyetérteni. Én úgy gondolom, hogy az Istennek a levő részt azt félre kell tenni. Az nem kérdés. Azután félretesszük a folyószámlákat, víz, villany, gáz, telefon, egyéb költségek. Még ide javasolok a benzinköltségét is félretenni, mert az is úgy nagyjából egy fix összeg. És egy 20%-ot, 15-20%-ot javasol, hogy vészhelyzetre tegyenek félre egy külön borítékban. A fennmaradó összeget, ami nagyjából költekezésre szánható, azt elosztanám négy fele, minden hétre jut pénzt, minden azt a csomagot is felosztanám hétfele, minden napra jusson, és akkor ebből kijön, hogy egy nap mennyit költett ez a család. És akkor én azt tapasztaltam, bennünk ez így alakult ki, hogy egy ilyen vagány versengés jött ki magunkból, hogy ma megsporoltunk egy picikét, tehát hónap már kétszer annyit költ, kicsit többet költettünk. És akkor a hétvégének a pénze onnan jött ki, hogy elkezdtünk spórolni hétközben, és akkor megmaradt a... Ugye nem minden nap mentünk üzletbe, nem minden nap megy vásárolni az ember, tehát azért lehet itten zsonglőrözni, és akkor így megszoktuk. És egyután annyira megszokja az ember, hogy ez teljesen természetesen, teljesen mindegy, mennyi van abban a dobozban, úgyse fogja elvenni azt, amire nem kell. De ez, ha nincs, meg az elején letisztázva, utólag nagyon nagy bajokat okoz. Nem a szomszéd kell eldöntse, hogy mikor veszünk autót, mert ő már vett, nem a mások, vagy az irigyeink. Ezt a két fél kell lássuk, hogy megbírjuk. De az anyagi dolgokról majd talán egy külön adást. Ez igen, a tavasz. Igen, még hát csak a tavasznál vagyunk, de... De hát az egy nagyon szép évszak a tavasz. Minden évszaknak megvan a saját szépsége, rendje és haszna. Főleg, hogyha egymást követik. Úgy a természetben, mint a házasságban is. A tavaszról az jutott eszembe, hogy említetted a vetést, meg ugye a gyomlálás is hozzátartozik. Egy konferencián volt egy olyan konferencia, hogy vetés és aratás a családban, meg úgy általában. És nagyon egy kérdést tettem fel, hogy mi van akkor, hogy az ember nem vet egyáltalán? Arat valamit? És nagy többsége, hogy nem arat. De sajnos, hogy igen, arat. És úgy gondolom, hogy ahogy említetted, nagyon fontos a tavasznak a lényege, meg a vetésnek a lényege, pénzügyileg, meg minden más szempontból, mert talán az egy rutinná vál, úgy, mint a parasztembernél egy rutin, hogy tudja, hogy most következik ennek a vetése, meg annak a magnak a vetése. Házasságban is ez nagyon nagy előny, hogyha ezt megtanulják fiatalon. És ugye a nyár következik, hát beszéljünk a nyárról. Melyik ez a periódus? Nyáron általában kirándulni szoktak, lazítani szoktak. Hogyan lehet felismerni? Ugye a természet szempontjából fel lehet könnyen. A házasságban mire kell hangsúlyt fektetni, házastársi kapcsolatban, és mik a fő kihívások, illetve nehézségek? Én kihagytam, csak említést tettem a tövisekkel kapcsolatban. Itt egy zárójelet azért nyitnék még, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ne siessünk vele. Tehát mikor ugye van a mézes hetek, jó esetben általában mind a kettő a szerelemtől mámoros. Meg van győződve, hogy a világ legjobb teremtménye, neki olyan szerencséje van, hogy
tényleg megfogta valakinek a lábát, stb. És azok után ő rájön arra, hogy sok hibája van, és az ösztön azt diktálná, hogy most akkor neki fogok gyomlálni. De nagyon tapintatosnak kell lenni, mert ha nagyon sokat gyomlálunk, akkor összetörjük a másik lelkét. Tehát ezért nem, az érdekes az a gyomlálásban, hogy az egész évben, teret kivéve, egész évben kell gyomlálni. Ez tavasszal is kell, nyáron is kell, és ősszel is kell. Természetesen többet kell tavasszal és nyár elején, de még ősszel is van bőven gyomlálni való. Tehát nem úgy van, hogy most akkor elvárom a házastársamtól, hogy egy teljesen tökéletes legyen. Én egy gyarló, Isten bocsáss meg, én gyarló emberek vagyunk, ő legyen tökéletes. Ez így nem korrekt. Bennem is rengeteg gyarlóság van benne is. És hogyha ezt így türelmesen az ember, például azt javasolom, hogy egy héten egy dolgot beszélnek meg, ami negatív. A többit le kell nyelni, és el kell raktározni. Ha fél, hogy elfelejt, az ember írja fel. És nem ajánlom azt, hogy szombaton legyen ez a megbeszélés, vagy vasárnap, hanem tegyetek hétközepére, hogy hétvégére lehessen már újra oldott legyen az atmoszféra. De vannak minden házasságban olyan, ami kellemetlen megbeszélni, ami volt egy rossz beszélgetés, vagy egy rossz valami. De ne minden napra legyen, mert az intés azt mondja Pál apostol, hogy az fáj. Az rosszul esik. Na most, ha én minden nap intést gyakorolok, vagy én minden nap intést kapok, akkor minden nap megkeserítem az embernek az életét úgy, hogy igazam van. És akkor egy idő után azt mondja, hogy ő az élete legrosszabb döntését hozta. Mert egy fegyőrt kapott házastársul, akinek igaza van, de hát ő, de ezért kérlek úgy a hölgyeket, mint a férfiakat, hogy osszátok be, az Úr adjon hosszú életet, jó esetben 75-80 év vár rátok. Tehát 100 évet adjon az Úr, 100-120 évet, 80 év házasság, 70. Nem kell sietni. 10-15 év tart, amíg csak tavasz van. Egy 20-25 évet áll rendelkezésre, de úgyis marad gyomlálni való, de azt ilyen nyugodtan kell. És ha nem tudtál valami, látod, hogy nem olyan jó, mosolyogjál. Nem baj, majd kialakul. Semmi baj. Tudom, meg vidám lenni, boldog lenni, tavaszias lenni, szerelmes lenni, romantikus lenni, úgy, hogy tudatában vagy azzal, hogy a házastársadnak bizony nagy hibái is vannak. És úgy, ahhoz kell a szeretet. Hát ahhoz nem kell szeretet, hogy nem látsz semmi hibát, hát az argentinokat, a dél-amerikakat, nem tudom kiket, könnyű szeretni. Ezért van nagyon sok ember, amikor felismeri a társát, akkor meneszti, belefut egy másik kapcsolatba, akit nem ismer. Abból azt a déli bábot kergetve, hogy annak már nincs hibája. Mikor megismeri, és látjuk, hogy az első válás után, aki ilyen motivumból válnak, olyant is tudok, aki 5 házasság után is kiábrándult, hogy neki nincs a földön olyan társ. Nem arról van szó, hanem türelmetlen volt, és nem járta végig a dolgokat. És ahogy mondtad, ha nem vetünk, akkor fogunk aratni csak tövist és bogácsot. A nyár, kezdjünk bele a nyárba is? Persze. A nyárral kapcsolatban megpróbálok rövidebb lenni, mert szerintem egy kicsit hosszabbra sikerettem. A nyár az körülbelül egy 25 éves időszak, tehát a 10 év után egy 25 év az, ami körülbelül nyárnak nevezhető, amikor még fizikálisan nagyon erős mind a két fél, vidámak, még kell egy kicsit gyomlálni, de megjelenik a vetésnek már a gyümölcse. Tehát már tudják tolerálni, kezdnek anyagilag tollasodni, a javakat gyűjteni. Nem kell megijedni, ha nincs valakinek semmi. Én amikor megnősültem, az egész vagyonom egy gyapjúszvetter volt. Feleségem valamivel gazdagabb volt, de nekem semmim nem volt. Minden, amin van, az Istentől van. Van egy gondoskodó Istenünk. Nem szabad arra gondolni, hogy hát majd, ha mindenem lesz, akkor majd megnősülök, mert lehet, hogy az nagyon lassan jön. Azért én nem halasztanám ezért csupán el. Legalább egy ilyen remény. Ha van munkahelye, van valakinek, van szakmája, akkor remélhetőleg lesz pénze is. Talán ez a gyerekvállalásnál is így gondolod, hogy... Igen. Mert ott is lehet hallani, hogy ameddig
nincs ez meg az, addig a gyereket nem várom. Most azért arra vigyázni kell, mert azért nagyon-nagyon időhöz kötött. Jobb, ha fiatalon születnek a babák, mint 40 év után. Különösen a hölgyeknél ez nagy probléma. Lehet. Tehát semmiképpen nem ajánlom. Aki az Isten megáldja egy embert báránykával, rendel hozzá, mert legelőtt is azt szokták mondani, a józanság kell, de természetesen, ez nem gondolom, hogy kell erről beszélni, de azért ne legyen számítással teli. Azért nem jó az. Azért figyelem, némely házas pár igyekszik, és akkor tudom, 40 éves körüli a feleség, vagy 45, 3-4 gyerek, gyönyörű gyerek ott van. A másik, a szingli igyekezett nagyon tartani a vonalát, és akkor gondolkozik, menjen félhezzen. Gondolkozik, de hát nagyon lemaradt. És lehet, hogy még nagyon lemaradt. Tehát most arról beszélok, amikor számítgál valaki, nem arról, hogy még, nem az ön hibáján kívül. Tehát a nyárnak az a nagy áldás, hogy elkezdünk aratni. Vannak a korai gyümölcsök, amik kezdnek megjelenni, ilyenek a gyerekek, megjelennek a gyerekek, már nagyocskák. Nem, a konfliktusok már nem mindennaposak ekkor, már nem olyan élesek, az amplitudója is sokkal finomabb. Megtanultuk például a konfliktusokat kezelni, ezt meg kell tanulni, de erről fogunk beszélni a jövő alkalommal többet. És ugyanakkor el kell kezdeni felkészülni a télre. Akkor már az ember gondolkozol, hogy mit lesz nyugdíjas korában. Miből fog megélni, ha nyugdíjas lesz? Miből már kell legyen neki félretett pénze? Miből fog megélni, hogy a gyerekének útra engedi lakás, autó, szakmája, pénzforrása? Tehát ezeket ebben az időben kell kialakítani. És nem kell elvárni, hogy egy 20 éves gyermek, fiatalember, bocsánat, nem gyermek, fiatalember, ha el is végzi egy egyetemet, attól még nem biztos az, hogy megvan az egzisztenciája. Na, de van egy szülő, aki ebben őt segíti, tanítja, nézd meg, erre menjél, ezt csinált, megtanítja a pénzügyi intelligenciára, akkor eznek nagyon az ideje. Gyermekekkel nagyon sok időt kell tölteni ebbe az időbe. Mert az évszak második felébe kirepülnek már. És akkor ez a nyárnak a fő jellemzője, hogy tovább kell vetni, vannak, amit akkor kell elvetni, de elkezd van, csökken a vetés, csökken a gyomlálás, és megjelenik arányában akár a gyümölcs. Sok a boldogság. Lehet utazgatni. Vannak napok, ami földi mennyország, hirtelen, mint a nyár, hirtelen vihar is van, akkor hirtelen az ember kicsit a pokolba ébred fel, aztán, de megint olyan hamar el is megy, sokkal gyorsabban változik, mint mondjuk más évszakokban. Az őszről az aratásként szoktunk beszélni, és te hogy figyelted meg, hogy az embereknek általában tetszik, amit learatnak a házasságuk őszében? Ez egy könnyebb időszak, jobban élvezik az emberek, vagy nehezebb? Itt rossz hírt fogok mondani. Én azt látom, hogy nagyon sok ember kihagyta a vetést. És keservesen aradt. Ilyen telefonokkal kellett megküzdjek. Pásztor! A gyermekem a te gyülekezetedben jár. Nagyon szemtelenül beszélem. Mire tanítottad? És kérdeztem, hogy mi a baj? Mondja, hogy nagyon durván beszél vele. Mondtam, tudod, miért beszél veled? Miért? Azért, mert így tanítottad. 3 hónapra jár hozzánk a gyülekezetbe. Nálad nőtt fel 23 éve. Mégis kitanította erre. Tehát itt elkezdjük a gyermekeink bevetett dolgokat aratni. Egymásba, anyagilag és egészségileg. Én mindenkit azt javasolok, én nagyon sajnálom, hogy például ezt nem kezdtem el nyáron. Mert a nyár vége felé vagyok, szeptemberi hónap körül mondjuk a házasságunkat tekintve, de ugye az egészségi dolgokkal én nem foglalkoztam, én cinikus voltam, ha valakit láttam, hogy tudatosan eszik, nem eszik kenyeret, meg minden,
és megvolt hozzá a megfelelő iróniám, hogy megcsípkedjem. És ezt nagyon rossznak tartom. Most azt gondolom, hogy a testre sokkal jobban oda kell figyelni, jobban kell értékelni, tükkel pihentetni. Körülbelül 20 évig egyetlen egyszer nem voltam szabadságon. Meg ilyenek. Ezek nagyon nagy hibák voltak. Én most mindenkinek azt mondanám, hogy nem kell nem azt kell nézni, hogy melyik a legdrágább, hanem leül a család, megbeszélve a budzsét, és milyen lehetőség van. De amikor megjelenik az ősz, ezt le fogja aratni. Ha túlhajszoljuk magunkat, akkor ez egészségileg is. De a kapcsolatot is túl lehet hajszolni. Állandóan mindenkit mondják, hogy én egy nagyon-nagyon rossz férként indultam. Emmát majd megkérdezhetitek egyszer, ha rá tudjátok venni, hogy ő is eljön egyszer. Ő, amikor először engem meglátott, egy kérése volt az Istenhez. Csak nehogy ez az ember legyen a férjem. Tehát azért mondom, én innen indultam, bízom abban, hogy nagyon sokat változtam. De én amiatt voltam nagyon rossz fér, hogy perfekcionista voltam. De mással szemben. Magammal is, de mással pláne. Tehát nálam nincs olyan, hogy 95%. 100 vagy 110. Minden. De ez ott jelentette, hogy a szönyegek otthon nálunk, a rojtok teljesen derékszögben, mindegyik ki kellett legyen fésülve. Nem lehetett egy. Ha én hazajöttem és átnéztem is egy nem állt jól, azt én szóvá tettem. Tehát mostani ésszel hálást adok Istennek, hogy nem zavartak el otthon, hogy lehetett egy ilyen. És elmondja ő is, hogy azért ez egy nehéz időszak volt. Most az egész azt mondom, hogy hülyeség. Nem szabad gyötörjük egymást. Na, elég jó hamar felismertük, de azért egy pár évet így én nehéz napokat okoztam. De hát a gyerekekbe, egymásba miért? Látom azt például, tudok olyan, aki a házasságát tette tönkre így. Jót akart, mindig mondta, te, ivott a férje. Ne így állj, így ne így állj, úgy ne így állj. Egyszer fogta magát a pasas, elment. És akkor mondta, te csak jót akartam, nekem ez olyan nem kell, szavaz. Még szerették. Tehát úgy kell nekünk, hiába van igazunk, úgy kell nekünk a jót mondani, hogy a másik számára ne tegyük pokollá a házas életet. És talán még itt egy dolgot nem beszéltünk, de lehet, hogy erről majd egy külön alkalmat, a szülőkkel való kapcsolatot, mert az még a tavasznál kezdődik ott, a gyomlálása, nem kell kigyomlálni a szülőket. Itt látunk megint nagy végleteket. Látni azt, hogy van, aki az eskü után eldobja még a telefonszámát is a szülőknek, nem is akar, nem kell, stb. Vannak pedig, aki nem tud elszakadni. Tehát azért itt is majd rendet kell csinálni. Ez is ősszel majd megjelenik. Nagyon nagy hajlamunk van ősszel látni a gyerekeinkbe azt, hogy mi milyenek vagyunk, milyen hibáink vannak. Tehát nagyon sok mindenre összejön rá csak az ember. Mert ugye egy fa, például hogy milyen típusú fa, almafa, azt látjuk már általában, hogy almafa, de hogy milyen típusú, nem, azt csak a szakemberek látják. De ősszel mindenki látja, hogy ez nem vajas alma, hanem ez téli alma, ez szeptemberben még ehetetlen, olyan kemény. Na most így a gyümölcseikről is ősszel sok mindenre, például. Még ide nem beszéltünk róla, de beszéljünk róla. Az internet, tévé. Ez is egy befektetés. Hogyha ahelyett, hogy a gyermekkel játszodjunk, ahelyett, hogy a gyermekkel szobáljunk, ahhoz, hogy ahelyett, hogy egymással szobáljunk, mindenki csak nyomja a bigyukat, ez ősszel ki fog jönni? Hadd mondjak nektek csak egy egyszerű dolgot. Egy tesztet, magatokat is tesztelhetitek. Ezt egy pszichoterapeutától hallottam. Hogy nem véletlen, hogy melyik szülőhöz vagy nagyszülőhöz ragaszkodsz. Tehát van benned egy olyan, általában az egyik szülőt, most gondolj bele, hogyha az egyik szülőd eljönne és megölelne, több mint 30 másodpercig így magához szorítna. Valószínű van olyan szülőd, akit alig várnád, hogy szabadulj ki a karjai közül. Tudod, miért van ez? Azért, mert az élete első 3 évébe az a szülő nem vette az ölébe a gyermeket. Pedig a gyermek mindig ezt akarta. Rosszalkodott, csetlett, bottott, de mindig, hogy vegyél fel, vegyél fel.
És mondják, ne kényeztesd a gyermeket, emberek, ez nem erről szól. Annak a gyermeknek a szeretett tankját meg kell tölteni. És, az, és ha még 3 éves kora előtti időszakban sokat vesszük ölbe, az a gyerek élete végéig szeretni fog és ragaszkodni fog. Ha pedig most mi a trendi? Bedobjuk a napközibe, meg a meg milyen gyermekfelvigyázóba, vagy mit tudom milyenbe, a gyerek úgy éli meg, hogy engem eldobtak. Ő nem tudja ezt bekalkulálni. Mi megmagyarázzuk, hogy pénzt kell keresni, és dolgozni kell az anyukának, ez mind nagyon szép, csak a lelki világa annak az embernek szépen felépül, és ezt tudom, mikor derül ki? Ősszel. Hát elérkeztünk, és nagyon röviden a télhez. Amúgy nagyon telik az idő, és sok kérdés is van, amire szeretnénk, ha válaszolnál. Röviden, mi jellemző a télre? Ez már könnyebb időszak, vagy olyan, ahogy mondás mondja, hogy már tele van a hócipőm? Nehéz időszaknak tartom. Úgy gondolom, hogy bűnbeesés miatt van ez. Erről a Salomon beszél a Bibliában. Ezek a nem szeretem esztendők, nem szeretem napok. Egészségügyi problémákért nagyon kell küzdeni. Az embernek a teljesítőképessége, a pénzkeresési képessége nagyon lecsökken. Most gondoljátok el, vannak emberek Romániában, aki 50 euróból kell megélni egy évben, vagy 100-ból. Mi azzal nem tudunk elmenni tankolni. Néha annál többet költünk el. És mondott, hogy... És volt egy, nekem egy szomszédom, így halt meg. Nem volt senkije, és elment tejjel. De olyan mínusz 20 fok volt, ilyen jég. És én egy párszor szóltunk is neki, hogy szívesen bevásárolom neki. De hát, hogy szégyelte meg, stb. Nem volt megszervezve. És mert nem volt felkészülve rá, ő ment el, leesett, megütötte a fejét, és meghalt. Tehát akkor itt fontosnak tartod a gyerekek viszonzását, tehát egy ilyen körforgás szerint, hogy segítsenek? Nem, én a gyerekeket kihagynám. Tessék annyi pénzt összegyűjteni, hogy legyél egy gazdag ember időskorodban. Ha neked úgy gondol, meg szeretnéd látogatni Párizsban mondjuk az Eiffel-tornyot, akkor csak szólsz, hogy figyelj ide, barátom, szabad vagy? Igen. Reggel 8-ra legyél itt, legyen pénzed, akit megfizetsz, pénzért odajön, nem kell megnyomorítani a gyerekeket. Legyél gazdag ember, legyen rá pénzed. Pénzért kapsz sofőrt, autóst, aki megmossa az autódat, aki elviszi, elvezeti, visszahozza a kisebbről járdádat. Meg a gyerekeket is el lehet hívni. És meg a gyerekeket is el lehet hívni, és inkább kifizeted nekik. Tehát én nem úgy gondolom, természetesen, hogy tartozunk. És természetes az, hogy a gyerekeknek figyelniük kell a szüleikre. De én nem gondolom, hogy így kell készülni, hogy hát én van egy mondás, hogy egy édesanyja 5 gyereket fel tud nevelni, de 5 gyerek nem tud eltartani egy idősnél mamát. Akármelyiket hívja fel, hogy mennék hozzátok lakni, jaj mama, nincs egy haragudj, kicsi a házunk, ez, jaj mama, csak gondolj bele, mit így betelefonálna anyósod, hogy jövök hozzátok lakni, szóval nem egy nagy élmény fog el. De ha fel vagy készülve rá, teljesen másképp éled meg. Például az Isten hitben. Erről nem sokat beszéltünk, de természetesen erről is kell. Hogyha a hitben megérik az ember, és akkor időskorára nem egy visszataszító undok emberré válik, hanem egy vonzó, idős, vagy koros, de minden megszólalása egy arany. Egy olyan, mint az ezüstányéron az aranyalma. Érdemes hallgatni, csodálatos, még mondjad. Akkor neki nem kell küzdeni, hogy valaki nyisse be az ajtaját. Néha látom, testvérek írják, hogy senki be nem nyitotta, nem tudom miatt. Nem akarok kegyetlenülni, de nekik elmondani, nem tudod, miért nem nyitták be. Azért, mert te se nyitottad be valakiknek időbe. A kapcsolatokat építni kell, kapcsolatokat ápolni kell. Meg kell tervezni. Mi lesz akkor, amikor 95 éves lesz? Gondolj arra, nem biztos, hogy könnyű lesz lépcsőre menni. Tehát olyan házat építs, hogyha nem tudod felmenni a lépcsőre, azért ne aludj a küszöbön. Ha nem lesz ez a bejöveteled, akkor miből fogsz megélni? Tényleg a nyugdíjakkal számítani? Én nem javasolom.
legyen eltett pénze az embernek biztonságba, és ezt tudatosan kell készíteni. Eltelt egy picit az idő, ezért rátérnék a nézői kérdésekre, és felolvasnék egy kérdést. A férjem istenfélő ember volt, meg volt térve, de egy ideje meglankadt. Egy ideje nagyon hidegen bánik velem, meg is kérdeztem, hogy mi a baj, de azt mondta, semmi, minden rendben, viszont a hideg, szeretetlen viselkedése azt mondja, hogy még sincs. Tévé és játék függő már jó ideje, és ezt a példát látva 8 éves kisfiunk is. Nem szabad megszólítanom, hogy ne játszon, napi 13-14 órákat ül a gép előtt. Hogyan tudnám Isten útjára visszatéríteni, imádkozom, böjtölök, de nagyon nehéz. Úgy érzem, kihasznál, heti egyszer dolgozik, és azon kívül széktől ágyig a többi idejét játékkal tölti. Semmilyen kapcsolatunk sincsen, nem is alszunk együtt. Válaszot köszönöm. Rossz hírem van, nagyon nehéz helyzetben vagy. Nagyon nehéz helyzet. Talán oda mennék vissza, hogy mi történt. Miért hagyták el az urat? Ebben nem volt neki egy felelőssége már a hölgynek. Sokszor előfordul, hogy a férj akar jönni gyülekezetben, és akkor a feleség, hát el kell megint menni gyülébe, így úgy. Aztán elmegy a kocsmába, már hozná a felesége, már menne, de akkor derül, hogy milyen rossz volt. Sajnos ilyent példát én tudok. Tehát, hogyha esetleg hasonló, vagy ebben felelőssége van, vagy hogyha átgondolja a kedves hölgy, hogy talán ő is hibázott ebben, akkor mindenképpen ajánlom, hogy tartson az Úr előtt egy komoly bűnbánatot is ezért. Másik dolog, hogy milyen kapcsolatuk volt a testvérekkel, egymással. A Biblia következőt mondja, hogy az ő maga viselete által próbálja megnyerni a férjét. Tehát én azt mondom, hogy öltözön fel nagyon csinosan, nagyon-nagyon elegáns legyen, nagyon hűvösen bánjon idegen férfiakkal, mert ez is el tudja távolítani a férfiakat a feleségüktől. Látják, hogy mindenki ez mosolyog. Legyünk őszinték, általában nagyon dekoratívak a hölgyek, amikor esküvőre vagy kifelé kell menni. Otthon felvesz egy gúnyát, jó, ez is, hát most nem, miért nem. És ez is kihűti, vagy elidegenítheti. Tehát azért gondoljon bele ennek a hölgynek, egy nagy felelőssége. Mi az üveglap, ami jobbat nyújt, mint egy kedves hölgy? Ezt a kérdést fel kell tenni. Ezért ajánlom, otthon kezd el kicsípni magad, amilyen szépet tudsz, öltöz fel, és amilyen kedves tudsz lenni, legyél kedves. Amit még kérek, soha ne prédikálj. Soha. Nem mondjad, hogy mit ír a Biblia neki, nem mondta, hogy mit mond, semmi, miért nem jössz, semmi. Te csak a cselekedeteiddel. Én azt mondom, hogy csábítsa vissza az ágyába, neki a mellette a helye, mert azt mondja, hogy ketten, ha együtt alusznak, megmelegeznek. Ha az egyik kihűlt egy ágy, akkor azt újra kell melegítni. Menjen oda, ölelje meg, és mondja, hogy szeretné, ha vele aludna. Miért kell egy házasságban? Szerintem nem olyan nagy botrány. És kedvesen, nem kell ez, szerintem teljesen szent és tiszta dolog, kérje meg, tegyen lépéseket, mint feleség, meghitt feleség, melegíteni lépésről lépésre ezt a kapcsolatot, de legyen jó példa. Ne büntesse, ne bántsa, ne szídja, mert azon nem ér semmit, csak jobban el. És ha amiben elhibázta, azt az Úr előtt vallja meg. Kérdem akkor, egy valamit még, itt egy őszinte kérdést tegyen fel magának, mert ugye a férje elhagyta, de ő ebben az időszakban hűséges volt az Úrhoz? Mert ha együtt csinálták ezt a rossz lépést, akkor nagyon erősen bűnbánatot kell tartani, az Úr bocsássa meg, és hiszek abban, hogy Isten a helyreállt, és Isten, de elmondom neki őszintén, ide csoda kell. Nagyon sok kérdés van, még egy nézői kérdés. Sziasztok, szeretném megkérdezni, mennyire gondoljátok jónak, ha a férj vállal külföldi munkát, 4 hét kint, 1 itt van. Mármint a munka. Igen. Ez sajnos egy nagyon rossz munkaprogram, mert azért ezt az esküvő előtt kellett volna tisztázni, hogy én látogatás nélküli házasságot szeretnék, tehát hogy egy hónapig nuku, egy hétig veled vagyok, de most nem a házasságra gondoljatok a gyerekre. Anna, nem kell egy hónapig apa? Ez egyáltalán nem tartom jónak.
és nem csupán a fizika, nem szabad lezűleszteni a házasságot a szexuális életre. Nem erről van szó, hanem arról, hogy úgy vagyunk kitalálva, hogy a férj szereti, ha látja a feleségét, a feleség szereti, ha ott van. Még ha veszekedett is vele, akkor is csak legyen ott a házba. De nem, hogy vajon hol van, vajon mit csinál. Na, és akkor jön a Skype, jön a nem tudom, hogy mi, látjuk egymást, az soha nem pótolja. Az üveglap, az egy hazuglap. Mert ott tudok hazudni, ott tudok mutatni valamit, hogy hogy szeretlek, hogy szeretlek. Kinyomtas utána, ki tudja, kivel levelezik, vagy kit hajt rá. Tehát nem, egyáltalán nem javasolom, azt mondja a Biblia, amit az Isten egybeszélgetett, azt ebben ne válassz el. Ha anyagi gondok vannak, hála Istennek vannak munkahelyek, két lehetőséget javasolok, és az A verzió az, hogy keressen itt munkahelyet a felesége mellett, B verzió, vegye az egész családját, és menjenek együtt. De ne hagyja se a gyerekét itthon, se a feleségét, semmilyen szín alatt. Ezt előfordul vész esetben, vész. Tehát nincs mit enni. Viszik el a házukat. Egy hónapot, vagy kettőt, ilyen igen, megtörténhet, és lehet ilyen. Volt ilyen, például a Biblia a honfoglaláskor, mikor Manassé, Féltőzse és Ruben foglalást volt, ott hagyták a családot, és elmentek, hogy a háborúban segítsenek. Egy vészhelyzet. De utána visszamentek. Na most egy ilyen rövidebb idő alatt előfordul, de amúgy nem szabad ilyen csinálni. Hosszú távon úgy gondolom, hogy egy nagy könnyelműség olyan, mindenki azt, aki fut a jegen, és mondjuk neki, te betörik, állattam nem törik be, és akkor látjuk, hogy egy pár nap múlva, vagy pár hét múlva elsüllyed. Tehát hallgass ránk, van 100 esetből, 90 esetben nagy tragédiák vannak. Jelenleg 300 000 fiatal gyermek van elhagyatva Romániában. És ezeknek nagyon nehéz sorsuk lesz. Mert anya és apa nélkül nőttek fel. És én nem őket hibáztatom, hanem azt, hogy miért nem keresték azt a megoldást, hogy a gyerek is ott legyen, annak rá kell, apára van szüksége, és anyára van szüksége. Következő kérdést, azt talán egy kicsit János hozzád is intézem, hogy olyan kérdésünk jött, hogy ebben az időszakban érdemes-e esküvőt tartani, vagy inkább érdemes elhalasztani? Hát érdemesnek érdemes. Ami fontos tudni, az, hogy a gyülekezetben zajlanak a házasságra való felkészítők a fiataloknak, illetve maga a házasság intézménye is, tehát az esketés is zajlik, tehát lehet igényelni. Illetve három variást ajánlhatok, vagy figyelmébe a kérdezőnek. Az egyik, az és az első az, hogy elhalasztani, ha gondolják, meg ha lehet. A második az, hogy a polgári, meg az egyházi esküvőt megtartani, és későbbi időpontra elhalasztani a vendéglői részét, meg a vendéglő részét. Illetve a harmadik az, ami úgymond nagyon trendi most ebben az időszakban, hogy egy jó médiacéget megfogadni, és velük akár online az esküvőt megtartani, így bevonni a násznépet is, és mindenki jól jár. Nem tudom, hogy Sándor, te hogy látod? Hát még azt ki, még életlenném, hogy feltétlenül nyissanak bankszámlákat. Igen. És hetekkel előtte már jelezzék, hogy ekkor lesz az esküvőnk, ekkor kell bejelentkezni, és szeretettel fogadjuk az áldást. Igen. És legyen PayPal-juk, legyen Revolutjuk, legyen bankszámlájuk, forintba, euróba, mindenbe. Aztán utána becsukják, bezárják, csak azt tartják, ami kell, de hogy nagyon szívesen megáldana az ember, de ha nem tudja, hogy hogy, akkor... És aztán utána elmarad. Hát az jó, ha azon az este egy kis SMS-sel, és ha látja, hogy szépen emelkedik a bankszámla, nem lesz annyira szomorú a igen, meg helyzet. Esküvi album is meg lesz, esküvi videó, igen. Meg ez hasonló. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Nagyon sok kérdésünk van mégis, csak egy nagyon kis szelettel tudtunk foglalkozni, de a következő hetekben továbbra is válaszolni fogunk a kérdésekre, azokra, amikre eddig nem került sor, illetve amik ezután jönni fognak, vagy az adás alatt jöttek. Innen is látszik, hogy mennyire aktuális téma ez a házasság, és kimeríthetetlen. A mai beszélgetésünk véget ért mára, viszont jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk.
addig is nagyon nagy szeretettel várunk szombaton 5 órától az online istentiszteletünkre. Jó éjszakát kívánunk, vigyázzatok magatokra és vigyázzatok egymásra.